A konferencia témája az a földrajzi nevek használata térképen, terepen és mindennapi nyelvben. Természetesen mind a három témát érintették a kollégák, illetve nyelvtörténeti és nyelvtervezési szempontokat is érintettünk. Az utolsó három előadást azt mondhatjuk úgy, hogy össze lehet foglalni, hogy az az utolsó szekcióban az első előadás a mindennapi nyelvet mutatta be, a második a terepi használatot, a, a harmadik pedig a térképi használatot, míg a délelőtt folyamán a nyelvtervezés, illetve nyelvtörténeti szempontok lettek bemutatva. A konferenciának uh, talán a legfontosabb tanulsága üzenete az az volt, hogy a Magyar nevek megmaradtak a határokon túl, mai napig használatban vannak idejétve olyan települések neveit is, ahol már a magyarság részaránya nagyon csekély, mint például itt a kapcsolatban elég sokáig ment az diskurzus, illetve egyértelműen ki lett mondva, hogy az endoníma az a helyi név, amit a helyiek használnak, míg az exoníma az, az, amit olyanok használnak, akik nem az adott településen élnek. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel kapcsolatban folyamatos félreértések vannak, mivel sokan úgy értelmezik, vagy hogy hogy értelmezték régebben, hivatalosan is, a 60-as években még, hogy az endoníma az a hivatalos név, míg az exoníma minden más, ez természetesen nem igaz, ez itten le lett tisztázva ezen a konferencián.